És sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket, végre egy kártyás videó, így 2024-ben is, juhú! Na de, album bemutató lesz, egy kicsit rendhagyó album bemutató, hiszen drága barátom és mondhatni videós kolléga Black Dave megajándékozott a dupláival, és most az album bemutató egybe lesz kötve ilyen Mondjuk azt, hogy olyan kártyák keresésével, ami nekem nincs meg. Úgyhogy, let's go! Hát itt a réroldal, ami most kicsit szerény, bár ha azt vesszük, hogy a előző évadból sikerült beszereznem 5, 5 most van 3, annyira nem rossz. Csak hiányzik a Invincible. Na igen, a River Plate-ből viszont van egy fans favorite még hozzá. Milton Casco, akivel Casco biztosítás kötnek. Ez kerül is be, és hogyha minden igaz, nincs is több River Plate-es cserénk itt a Duplinskik között, úgyhogy mehetünk is tovább, de így néz ki a River -e. hát most ez olyan, amilyen, tekint, nézzétek el. Palmeiras, ö... szar. Nagyon szar. Közben kutyát sétáltatnak a környéken, megugatnak a kutyusok. Orzenál, Martin Ödegord Captain, hát az olyan sűrű, mint a ö, varjak, meg a verebek, úgyhogy nem kő. Liverpool ott lesz egy Harvey Elliotunk, ha minden igaz. Ráadásul kétszer is Henderson Captain. De. Amúgy a Liverpool nem olyan rossz. Nézzétek el. Manchester City, itt majdnem fullos a brigád egyébként. Itt ez az első oldal, Mondjuk, ha a szülénapomra hoztok egy pisztolyt, amivel lelőhetnék egy kutyát, na, nem, nem vagyunk ekkora barbárok, nem nyugi. De na, Manchester City, ez az első oldal, ez szexi, második oldal, gyatra. Manchester United, hát amilyen jól áll itt a kártyás szériában, olyan szarul áll a vadóságba, de ezek tények csak. Amúgy egész jól néz ki a United. Newcastle az új csapat. É, ha minden igaz, itt is vannak dupláim. Bruno Gimara es, az nincs is, de megvan. Elhittem, és a Izsák is megvan, és még egy Gimara S, hát mennyi, van ebből? Mennyi volt ebből, ja? Kettő, szia. Szóval Newcastle, az alsó sor az itt fullon van, közepen nem rossz, hát felső soron még lehetne itt javítani. Hát Atlético Madrid, hát azért ottam Igazából csak javítani kellene, de nem tudok, úgyhogy így néz ki az atleti. FC Barcelona a drága kedvencem, az egyetlenem, és egy Lewandowski fans itt van még itt a duplák között. De Barcelona jól néz ki, lát. Real Madrid a középső sorom az itt a Real Madridból, úgyhogy ennek tudok örülni. Olympique, Marseille a francia csapat. Hmm, lehetne jobb is. Paris Saint-Germain, itt viszont láttam duplákat, csak itt magamnak pörgetem, azért nem látjátok. Hát Kimpenbe fiú megvan, Fabian Ruiz megvan, viszont Miláns Skriniar az új igazolások között. Már Lanadol is az albumba. Nagyon-nagyon szuper. És itt is megvan a középső oszlop. Hát oszlop, igen. Bayern München, na. Amúgy nem néz ki olyan rosszul, mint amilyennek gondolnánk. Double Trouble, megvan, Upamecano, megvan és Kingsley Coman, megvan. Jaj, de pekes vagyok. Na jó van, nézzük. Eintracht Frankfurt. Hát, ha minden igaz itt nincs, de van kettő, a buta gyerek, az megvan, és még egyszer. Na, ne szidjuk őt, mert az a neve, hogy buta jó. Internacionale. Eh, ezen amúgy nagyon kéne javítani. Henrik, Henrik megvan. Dönfríz megvan. Mondjuk így nagyon nehéz lesz, hogy az öme megvan. Juventus nem láttam, ti se láttatok szerintem, de itt az öreg Fajóli, a Tipmix király, eh, Tonalival és eh, sok mással egyetemben. Milán logó beneszer megvan, viszont a minyon Mike Menyan ékeskedik, úgyhogy azért szépen lassan gyűlik az a album. Azért hiába Dave kolléga is ki tud engem segíteni. Cancellieri és Cataldi szokásos kártyák. De amúgy egy láció is, hogyha itt ez meg lenne a Double Trouble, hogy nagyon jó lenne. És az első oldal sem olyan vészes. Ajax, Amsterdam, Hát ő... Ja. Ez ilyen. Ez ilyen vegyes felvágottas. Benficából van egy Florentino és egy Antonio Silva, de ezek megvannak. Itt van egy tébetű, kicsit fordítva, lehetne zsákutca is. Na mindegy. Ö, de igen. Na! Van-e itt titánunk? Marquinhos. Jó, az, az nekünk nem jó, de amúgy van, van belőle egy kevéske. Magician Kibmi, hát szintén a sűrűbbek közé tartozik, de itt is van egy pár kártya. Viszont Dominator, zsirupapa, méghozzá az 53-as, vagyis az utolsó Power Lap. Nagyon jó! Nagyon jó! Aztán jönnek a goldok, itt Time Machine 4, Rising Star 4, aztán Top Keeper 3 és egy Winnie Giant, amit betehetek végre az első Vinicius Giant kártyám, ahhoz képes, hogy már mióta fut ez a széria. Ez pedig itt a fullos Star Signing Upgrade doboz sorrendben rendezve, itt a fő urunk Szoboszlai Dominik és egyéb egy-két nyári igazolást, akit betettek. Nem minden csapatból egyébként azt teszem hozzá, de ugye ebből lehet momentumot szerezni, ebből a dobozból ugye Jude Bellingham, és itt vannak a két hozzátartozó Limited, Josko, Guardiol és Harry Kane. Aztán a Limited sor egy 150 coin, három Debrecenes, Megyeri Balázs nagyon sűrűn jön. Illetve még itt egy limited dollal a felső sor, az min City, mondjuk a Holland megint csak Dave kollégának köszönhető. Aztán van itt egy prémium Endrik a kezdőcsomagból, Kamavinga, Lewandowski, Teo Hernández, Kolomuani, Vlahovic egy, Paulo Diaz és az öreg Kudusz. Momentumom sajnos nincs, és az XXL-eket meg otthon hagytam. Úgyhogy azt nem tudom bemutatni, majd maximum short formájában látjátok a négy darab XXL-emet. Úgyhogy, srácok, ennyi. Ez tényleg egy olyan album bemutató volt, ami... Ö, igazából, hát ez fullos, mert egyrészt tényleg, ez ami megvan. Dév kollégának köszönjük a cseréket. Ki tudta egészíteni a gyűjteményünket, kis mértékben, de a kicsit is becsülni kell. Úgyhogy srácok, legyetek jók, és ö, kezdjük el ezt a 2024-es évet ezzel a videóval, és sziasztok!